So hold my hand, I'll walk with you, my dear. Új helyszínen, új időpontban szervezte jubileumi lovasversenyét a Porszem Lovas Egyesület. Az ifjú lovasokat 2021-ben 10. alkalommal várták Hajdúszoboszlóra, a résztvevők az ország több pontjáról érkeztek. A tanult lovak mellett képzett kutyák bizonyították az évezredes igazságot. Az állatvilágból a kutyák mellett a ló az ember legigazabb barátja, hűséges társa. A 10 hektáros erdős-ligetes területen a verseny előtti napokban gondos előkészítést követően alakultak ki a homokkal feljavított füves pályák. Futószáras verseny a legkisebbeknek, díjlovaglás és szabadidős ügyességi számuk a haladóknak, banderisták, lovashajdúsok, csipósok, íjászok a hagyományok átörökítőinek. Kresszverseny nem csak 4 lábúaknak, hiszen ma már nem a ló az első számú közlekedési eszköz a városban. És bőr-karkötő készítés, hogy a pihentető kézművesség se hiányozzék a programokból. Reggel futószáras verseny és díjlovaglás zajlott, ezzel egy időben a center pályán szabadidős lovas verseny vette kezdetét. Az akadályok kacskaringós pályáján később kerékpárosok is tekerhettek. A jubileumi program vicces része a biciklis kísérők számára is kihívást jelentett. A való világban ritka a lovas pályán a drótszamár. A Ride and Bike-ot nyerő testvérpár mellett ebben a versenyszámban a csikós és csikósné is remekül teljesítettek. A csikósok természetesen nem csak bicikli tudásukat csillogtatták, hagyományos viseletükben bemutatót is tartottak, nem hiányozhatott a fegyelmezési gyakorlatot kísérő ostorpattogás, csergetés jellegzetes hangja sem, de forgott slambuc is csikós keze által. Bemutatót tartott a Kortaporta is. A Debrecen környéki minifarm mini állatokkal csalogatja a látogatókat. Szoboszlóra ezúttal egy shetlandi póni párossal érkeztek. A pályákat övező zöld területen a Hajdú-Bihar megyei kutyás polgárőrség tagjai látványos bemutatóval győzték meg az érdeklődőket, mennyire hálás feladat az általuk kiválasztott 4 lábú társal napi rendszerességgel, kitartóan és következetesen foglalkozni. Közösségi szolgálatra kutyát rávenni csak az állat alapos, körültekintő kiképzése után szabad. A felelősség hatványozott. A kutyás polgárőr szolgálat közben folyamatos kontrollhelyzetben van. A kutyaiskolából sokaknak ismerős feladatok a polgárőrök irányításával még hitelesebbnek tűntek. Egy kutyás intézkedés, amint azt a Debreceni Polgárőr Egyesület lovas és kutyás tagozatának járőrei bemutatták, meggyőző erejű lehet. Györfi Imre és Török Dávid, a kiképzést végző TDP kutyaiskola vezetője, több évtizedes tapasztalatukat látványos bemutatóba sűrítve bizonyították ezt. A bemutatót követően a lovas polgárőrök az egyik homokos pályán lovagoltatták is a gyerekeket. Az érdeklődést látva a jövőben nem kell aggódni az utánpótlás miatt. Hasonló érdeklődés kísérte az őshonos magyar lófajták bemutatóját is. Hunfakó, Huczul, Kisbéri, Nónius és magyar sportló származásával, jellemzőivel ismerkedhettek kicsik-nagyok. Milyen környezetből valók, hogyan hasznosítják az egyes fajtákat, mit igényelnek, és mit lehet tőlük elvárni, hallhattuk a szakemberektől. Rövid záró mérleg. Közel 80 start a nap folyamán, a leglátványosabb számokat díjugratásban mindkét kategóriában a rajtengedély vizsgával rendelkező, a hajdúszoboszlói házigazda színeiben versenyző Sas Laura nyerte. A rajtengedély nélküliek összemérettetésében Őzse László Nimród debreceni és Baranyai Nikolett porszemes versenyző végeztek az első helyen. A serlegek átadásakor a legjobbaknak a Hajdúszoboszlói Lovasbarátok Egyesületének tagjai alkottak díszsorfalat a háttérben. A zárókörben az ifjú bajnokokat a Bandérium hajdúi az alkalomhoz illő tisztes viseletükben vezették le a pályáról.
Ezek a verseny befejezését jelentő szép napfényes pillanatok képesek voltak pótolni a reggeli eső miatt elmaradt ünnepélyes megnyitót is. Így hiányérzet nélkül zárult a jubileumi 10. Porszemkupa.